Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Folytatjuk a stúdió beszélgetések sorát itt a Minket Érdekel című közéleti magazin műsorunkban. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Rik Lajos országgyűlési képviselőt. Kezdi csókolom, üdvözlöm a tévénézőket. Képviselő úr, tombol a nyár, de tudom, hogy az országgyűlési képviselőnk dolgozik, jár faluról falura, településről településre, és beszélget polgármesterekkel aktuális problémákról. Merre járt mostanában, miket tapasztalt? Most, hogyha itt végzek a stúdióba önöknél, most is három polgármesterhez megyek el, három polgármester keresek fel itt a körzetembe. A problémák azok, és az ügyek azok ugyanazok, mint az előzőeknél. A jelenleg beadott pályázati forrásokról érdeklődök, és azokról az elképzelésekről, amit a közeljövőben meg szeretnének valósítani a településükkel a polgármesterek. Apróbb sikereket azért lehet elkönyvelni, ami apróbb sikernek tűnik egy közösség életében, igen csak nagy siker, ilyen volt a halimbai iskola tornatermének felújítása is, aminek átadására közelmúltban került sor. Így van, ez évben volt a parlamentben egy oktatási vitanap, és előzőekben engem Halimba polgármesteri, illetve a tantestület egyik tagja megkeresett, hogy bozasztó állapotban van az ottani tornateremnek a padozata. Olyan rossz állapotban volt, hogy az iskola orvos már engedélyt sem adott ki az oldásoknak és az iskolásoknak a gyógypedagógiai testnevelésnek a megtartására, hiszen a futás közben felverődött por, penész tartalmazott és ilyen köhögési, fulladási rohamokat váltott ki a fiataloknál, ezért egészségre általmasnak minősítették magát a padozatot. Tantestület, illetve az igazgatóság többször írt levelet a Klik felé, választ nem érkezett egyszer sem, és végső elkeseredésükben megkerestek engem, hogy tudnék-e segíteni neki. Hát adódott az alkalom az oktatási vitanap, ahol elmondtam ezeket a problémákat. Sajnos sok kormánypárti képviselő nevetett ezen a szakorvosi véleményen, bár sírni kellett volna rajta. És érdekes módon a média is egyből rákapott erre a témára, hiszen ez egy nagyon égető probléma, amely fiatalokat érint, és egészségre ártalmas probléma. Az oktatási vitanapon részt vett Palkovics államtitkár úr is, ővel tudtam ott egyből egyeztetni, elmondtam ezt a problémát, és azt az összeget is, amelyből meg lehetne oldani, ez közel 3 millió forintos tétel lenne, amelyből a padozat teljes mértékig megújulhatna. Ő ígéretet tette erre, hogy segít, már másnap felismerték a tornateremnek a területét, a fajlagos költségvetést megcsinálták, és valóban ebből az összegből meg is tud újulni a halimbai iskola. Németországban voltam, amikor kaptam a hírt, hogy átadták a munkaterületet az iskola vezetősége, Rétvári Bence államtitkár úr, illetve, ha jól tudom, Fegyvesi Zoltán, a Fidesznek a helyi választókerületi elnöke is részt vett ezen az átadáson, meghívott, sajnos nem kaptam, de örülök annak a ténynek, hogy végre azért sikerült 2013 óta megoldani ezt az égető problémát. Egy kicsit magaménak érzem, sőt, hogyha önző lennék, azt mondanám, hogy nagyon magaménak érzem ezt. Utána a tantestület több tagja küldött köszönő levelet Facebookon keresztül részemre. Örülök, hogy megoldódott az iskolások problémája. Örülök annak, hogy az óvodások is most már biztonságosan tudnak ott testnevelés órát folytatni, amely ugye kormányzat számára egy kiemelt szempont, hiszen az volt a hangsúly, hogy minden nap tordászanak a gyerekek, egészséges életmódot folytassanak, ahhoz viszont az kell, hogy a tanterem ne egészségre ártalmas legyen. És ha már oktatásnál tartunk, és oktatási intézményről beszélgettünk, akkor egy másik oktatási intézmény tartja lázban most a környékünket. Testvérvárosunk Sümeg szeretett volna, illetve szeretne még mindig egy főiskolát indítani szeptemberi tanévkezdéssel. Hát elég bonyolult ez az ügy, és benne volt országgyűlési képviselő úr is már a kezdetektől ebben a témában. Hát hol tart most? Ez is körülbelül egy évre nyúlik vissza ennek a története. Tavaly júniusban írták alá a szerződést önkormányzat, illetve a John Henry Newman Kft. Az épületeknek a bérbeadásáról. Akkor én örültem is annak, hogy egy főiskola létesülhet Sümegen, hiszen a választókerületem, illetve a testvérvárosunkban létesült volna, és létesült ez az intézmény. Viszont az Optembe, ami nem egy nagyon nehéz
oldalot utána lehet nézni azoknak a KFT-knek, akik bármit próbálnak önkormányzattal, vagy akár gazdasági tevékenységű folytán létesíteni. Ott már az aláírás, akkor már gyanús volt, hogy az aláírás pillanatában már közjegyzői végrehajtás volt a cég ellen, azt nem lehetett tudni pontosan mekkora összeg, mert a mai világban nagyon hamar ki lehetett deríteni, hiszen ez a cég hasonló néven, hasonló elképzelésekkel már több önkormányzatot megkeresett, és mindegyiktől elutasító köztük a választ kapott, köztük a Váci, a Pécsi, illetve a Kaposvári önkormányzattól is. Sümegen sikerült meglépni a főiskola létesítését, amelyet én üdvözöltem Facebook oldalamon, erről posztot is tettem ki, de gyanakodó voltam, hiszen több olyan megkeresést kaptam, akár Budapestről, Pécsejről és Sümegről is, hogy a KFT-ben lévő tagoknak a múltja nem teljesen tisztázott, illetve zavaros. Több olyan szakértőt megkerestem, aki ebbe az ügybe már mélyen belevájta magát, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a városnak a vezetését értesíteni kell, hogy figyeljen oda ezekre az emberekre. Lehet, hogy az idő szűke, és kevés idő volt ahhoz, hogy polgármester úrral egyeztessek, hiszen felkerestem őt, de sajnos időpontot nem tudott adni. Én még egyszer mondom, valószínűsíthetem az miatt, hogy egy öt nappal parlamenti felszólalásom előtt kerestem meg polgármester urat, és más elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott fogadni. Ezért a legnagyobb plénum előtt a parlamentbe próbáltam erre felhívni a figyelmét, és ott sem magát az iskolát, a közösségi főiskola létét és létjogosultságát kérdőjeleztem meg, hanem azoknak az embereknek, akik ebbe a KFT-be ügyvezetőként, vagy akár tanácsadóként, vagy a szerződés aláírójaként részt vettek, azoknak a múltja tisztázatlan, és olyan dolgokba vettek részt, amivel véleményem szerint egy nemzeti érzelmű konzervatív önkormányzatnak nem szabadott volna leülni egy asztalhoz. Sajnos az idő beigazolta, hogy igazam volt itt a napokban. Derült fény arra, hogy a KFT-t működtetve egy személy KFT feljelentést tett, ugye a rendőrségen több rendbeli folytatólagos sikkasztás és közokirat hamisítás vádja miatt, ez egy nagyon súlyos tény. És rá nem sokára a Sümegváros önkormányzata is tőleljárás vagy végrehajtás kezdeményezett a KFT ellen, hiszen 9 millió forint összeggel tartoznak felújítási munkálatok miatt Sümegváros önkormányzatának egyik KFT-je felé. Ez a 9 millió forint, ez hiányzik Sümegváros büdzséjéből, és ha jól tudom, ez már február óta hiányzik, tehát több mint egy fél éve tartoznak, a számlát befogadták, de teljesítési igazolást elfogadták, de a pénz kifizetése az ígérgetés szintjén maradt. Én sajnálom, hogy eddig elfajult ez a dolog, annak viszont örülök, hogy Sümegváros önkormányzata is belátta azt, hogy nem szabad így ezekkel az emberekkel tovább bármilyen kapcsolatot létesíteni és fenntartani. Én bízok benne, hogy ez nem fogja befolyásolni az iskola működését, hiszen az itt élőknek a javára szolgálhat az oktatás, az oktatási forma, amely ott elindulhat 2016. szeptemberétől. A Jobbik is megtette azokat a feljelentéseket, amelyek a doktori név jogosulatlan használata miatt állapítottunk meg, ezt befogadta a bíróság, ezt is fogják vizsgálni. Ezt a témát már annyira átlátom, és annyira kiboncoltuk, hogy itt még több olyan szál van, ami szorosan kapcsolódik, említettem a Pécsei iskolát. Az is egy hasonló alapítványi iskola, hasonlóak a tagok, és névazonosságok is nagyon egyértelműek, az összefonódások is egyértelműek, és hogyha visszaemlékszünk, 2015. augusztus 20-án egy Szent István erekét is hoztak ide Sümegre. Ezt az erekét ezt általában egyház birtokolhatja, hogyha átadja kápolna létesítésre, vagy egyéb ilyen keresztény iskola létesítésre, akkor azt adománylevéllel csinálja. Ezt az adománylevelet én nem láttam a könyvtár épület átadásakor, akkor ezt nem tudták bemutatni, tehát itt felmerül egy következő bűncselekmény gyanúja is sajnos. Minden esetre szeptemberben, a szeptemberi tanévkezdés elé úgy tűnik, hogy egyre több akadály gördül, de kérheti-e Sümeg az országgyűlési képviselője segítségét abban, hogy ez a szeptemberi iskolakezdés megvalósuljon, vagy ha most nem szeptemberben, akkor jövő év szeptemberében? Igen, természetesen én minden segítséget meg fogok adni, hogyha megkeresnek bármilyent. Én eddig is azt mondtam, hogy maga a főiskola lét az kell ide egy ilyen felsőoktatási képzése ebbe a választókerületbe, akár Sümeg vagy Tapolca vonzás körzetébe, hiszen a fiataloknak akkor nem kell elmenni más városba,
tanulni, és ezek a közösségi főiskolákra jellemző az, hogy a helyi adottságokat veszik figyelembe, hiszen kikérik a településvezetőket, illetve az ott élő versenyszférában dolgozó embereket, hogy milyen képzésre lenne szükségük. És ugye itt gazdaságmenedzsment, turizmus, fejlesztés, tehát ilyenek jönnek szóba, és Tapolc és Ümeg térsége ebből tudna kapacitálni. Én ezután is fogom támogatni ugyanúgy, csak még egyszer mondom, hogy olyan emberek ne kerülhessenek az oktatás, tanítás közelébe, akik ebből bármilyen hasznot remélnek, és akár BTK-s kategóriába sorolható dolgokat kövessenek el a tanulók rovására és a városvezetés rovására. Sümegnek és Tapolcának, illetve Ajkának az a lételeme, hogy a sajtóban, a médiában mindig pozitívan jelenjenek meg, és nem ilyen negatív hírként. Úgy gondolom, polgármester úr is megtette azokat a lépéseket, amelyeket meg kellett tenni a Kft. Vezetése irányába, és bízok benne, hogy ez az elmaradt 9 millió forint ez megfizetésre kerül. És még egyszer mondom, hogy ha bármilyen olyan kérdésbe keresnek, amelyben úgy gondolják, hogy én tudok segíteni akár az államtitkárságon, akár a oktatási államtitkár úr révén, Palkovics államtitkár úr révén, nagyon szívesen segítek neki, hiszen ez mindkettőnk érdeke. És hát a környékünk érdeke pedig, hogy nagyszerű turisztikai szakembereket képezzenek, hiszen a turizmus az egyetlen, mondhatjuk, hogy talán az egyetlen kiugrási lehetősége, nem csak Sümegnek, Tapolcának is, és hogyha már a turizmusnál tartunk, akkor egészen friss hír, hogy 312,5 milliárd forinttól kell elbúcsúznunk, csoportosítják át, kerül máshova, amit turizmus fejlesztésre is szántak, ebbe több más pénz is benne van, de többek között a turizmus is, ami nekünk nagyon fontos. Így van, ugye több, most már mondhatom azt, hogy évtizedes átok ez, és több évtizede próbálta a mindenkori kormányzat az, hogy a Balaton, mint kiemelt turisztikai régió, hogy megkapja azt a funkcióját, amire született a turizmusra. Hogyha csak azt nézzük, a biciklis turizmust, a borturizmust, az ide látogató külföldi vendégeknek az éjszakai, eltöltött éjszakák számát, az egyre nőtt, de nem tudtuk sajnos megtölteni olyan tartalommal, hogy itt is tartjuk őket. Ezért választották inkább ugye a horvát tengerpartot, Olaszországot, amely ugye bővelkedik a turisztikai attrakciókkal. Ez a ciklus volt, ez a 2014-20-as ciklus az, amikor megkapták azt a forrást, amiből ezt meg lehetett volna, ezt az álmot valósítani, ezt a turisztikai attrakciót, hiszen ez a 312 milliárd egy óriási pénz a Balaton régiónak, ugye három megyét átölelő régió ez. Úgy gondolom, hogy lett volna helye. Hogyha azt nézzük, a 312 milliárdnak körülbelül 10-15%-a volt turizmus fejlesztésre. Ha ezt a pénzt sem kapja meg Balaton régió, akkor nagyon leszakad a többi régióhoz képest. Annak idején ugye működött egy magyar állam működtetés alatt egy turizmus ZRT, amely azokat a kapacitásokat próbálta meg elosztani, amely számára lehetővé tette volna azt, hogy itt ilyen attrakciók létrejöjjenek, majd ez a Turizmus ZRT, ez átalakult egy magyar turisztikai ügynökséggé. Rogán Antal hívott össze annak idején egy szakértői csoportot, amely majd megpróbálja ezt a turizmus turisztikai ügynökséget koordinálni és meghatározni azokat a sarokpontokat, amely akár a Balaton régióra, akár más turisztikai központok számára létre tud hozni olyan attrakciót, amely az odalátogatóknak a kényelmi funkcióját szolgálják, a szabadidő bő eltöltését és jó eltöltését szolgálják, de akkor már olyan gyanús előjelek mutatkoztak, hogy a szakértők, az igazi szakértők és a turizmusba minden nap résztvevő emberek helyett Endi Vajna, illetve Orbán Ráhel vett részt ezen a megbeszélésen, ez akkor már gyanús volt. És ez a 312 milliárdnak ugye virtuális pénzről beszélünk, az elvonása és átcsoportosítása most egyelőre a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van, és majd így kerül valószínűleg a turizmus, a turisztikai ügynökség köteléke alá. Én bízok benne, hogy ez a 312 milliárd, még ha nincs is nevesítve a Balaton régióra, az akkor is ide került. De azért azt is lehet tudni, hogy a 312 milliárdból közel 100 milliárd, az már ugye Mészáros Lőrinc cégéhez valamilyen szinten, tehát összeköttetései révén valamilyen szinten ő hozzá köthető, hiszen az északi partvonal vasút konstrukciója, illetve felújítása azt az ő cégei fogják végezni, akkor ez körülbelül 200-250 milliárd az, ami marad magára a Balaton régióra. És nagyon sok olyan megvalósítandó és megvalósítható
elképzelés van ebben, mint például a Badacsony-Tomaj és Fonyod közötti komp összeköttetés, amely ugye az is már több évtizede vágynak rá az emberek, hogy ne Tihanyból, hanem legyen egy párhuzamos összeköttetés a Balatonon, amely akár autóval ugye is megoldható, illetve a gyalogos turizmus, biciklis turizmus fellendülését is eredményezhetni. Ott van például a Balaton körüli bicikliút kérdése, amelyet ezelőtt 10 éve már megoldottak, de olyan állapotban, most, hogy járom a körzetemet, azért megtapasztalom, hogy milyen állapotban van ez a bicikliút, hogy szomorú tény, de sok helyen már maga a fű felnyomja az aszfaltot, tehát valószínű, hogy finoman fogok fogalmazni, nagyon gyér anyaggal csinálták meg, és nem feltételezem azt, hogy ellopták, hiszen az ember nem feltételez ilyen dolgokat. Sokan amiatt szomorúak egyébként ezzel kapcsolatban, hogy még Veszprém, Somogy és Zala megye maga dönthetett volna ezeknek a pénzeknek az elosztásáról, és a saját maga által meghatározott célok megvalósításáról. Most ez elkerül innét, és valahol majd messze egy másik íróasztal mellett fognak arról dönteni, hogy mi valósulhat meg, és mi nem. És Sesztak államtitkár úr is összehívott egy szakértői csoportot, viszont a szakértői csoport volt ott már. Olyan emberek vettek részt ezen a megbeszélésen, akik valóban a turizmusból élnek már évtizedek óta, és belelátnak azokba a dolgoknak, hogy hogyan lehetne előre haladni, hogyan lehet abban az adott térségben, ahol ők gazdasági szerepet vállaltak, még plusz forrást, és plusz úgymond attrakciókat létrehozni ahhoz, hogy az ide látogató, akár német, osztrák, svájci, olasz és egyéb turisták itt maradjanak, és itt költsék el azt a pénzt, amit ide hoztak Magyarországra. De ez csak az egyik része. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ha létrehozunk egy turisztikai attrakciót, ahhoz a kiszolgáló infrastruktúrát is biztosítania kell. Kiszolgáló infrastruktúra az, ami a határól a Balatonra levezető út. Most, hogyha csak a mi körzetünket nézzük meg, a 84-es számú főút, mennyi időbe telik az, hogy mondjuk Tapolcáról Sopronig eljussunk? És egy 100 kilométerről beszélünk. Ez Nyugat-Európában nem így működik, mert ők rájöttek arra, hogy ahhoz, hogy turizmus fellendüljön, ahhoz olyan utak kellenek, hogy az ember nyugodt szívvel elinduljon, és kényelmesen és biztonságosan leérjen ahhoz a turisztikai attrakcióhoz, amit ő kiszemelt, hogy ott eltöltse családjával a nyárból egy-két hetet. És hogyha ez megvalósulna, akkor tényleg nagyon durranna. Itt Tapolcán nagyon-nagyon bízunk abban, hogy az 500 milliós gyógyhelyfejlesztési pályázatunk sikerrel jár. Hát ez az 500 millió is, ennek a 312,5 milliárdnak egy kis szelete. Veszélyben van ez most? Erre sajnos megnyugtató választ egyelőre nem tudok adni. Több város, több régió beadta ezt a gyógyturizmus gyógyhelyfejlesztési pályázatát. Forrás az véges volt. Én úgy gondolom, hogy ha kormányzati akarat van rá, akkor ez a forrás ide kerül. Viszont ha nincs, akkor az összes többi, akár Hévíz, akár Sárvár és egyéb olyan városok, akik beadták a pályázatukat, sajnos elesnek ettől. Most a kérdés az, hogy a szakmára hallgatnak inkább, vagy a politikai nyomásra hallgatnak. Én úgy gondolom, hogy a forrás akkor van tisztességesen és jól felhasználva, hogyha a szakma álláspontját hallgatják meg, és ebből teljes mértékig kizárják a politikát, mind a döntéshozatalból, mind az előkészítéséből. Hát akkor bízunk a bölcs szakmai döntésekben. Képviselő úr, hosszú még a nyár, mik a tervek, programok a nyár további részére? Lesznek-e külföldi utak, ahogy eddig is voltak? Igen, a következő külföldi út az Monostor-Apáti önkormányzatának szól. Ők fogadnak egy tűzoltó autó, nem is tűzoltó autó, ilyen csapatszállító autó, és az ott lévő tűzoltó hagyományőrző egyesület, mert ugye még nincsen felszerelése, akkor egy új és első felszerelése bővülne egy-egy autóval, és a németek azt még megígérték, hogy egyéb felszereléseket, tehát ruhát és a tűzoltáshoz használható manuális felszereléseket biztosítják majd a Monostor-Apáti önkormányzat számára. Szeptemberig pedig gondolom a nyár tele van programokkal, olyan eseményekkel, ami meg részt kell venni. Így van, ugye falunapok és egyéb ilyen dolgok. Szeptembertől elkezdődik maga ugye az ülésszak, októberben majd a választások, tehát az időközi a migráció által kiváltott választásra fogunk felkészülni. Hát, ha már itt tartunk, akkor hadd kérjek egy gyors véleményt a népszavazásról. A Jobbik álláspontja az mindig egy markáns vélemény volt, hogyha végignézzük már 2015-ben is,
hangsúlyoztuk azt, hogy maga az aláírásgyűjtés, amit ugye a kormány, illetve a Fidesz-KDNP kezdeményezett, az nem egy hathatós és ütős kontra vélemény lett volna a brüsszeli véleményre. Akkor is elmondtam, és most is azt állítom, hogy az aláírásgyűjtés az semmi más nem szolgált, csak a Kubatov Gábor féle listának a bővítését. Akkor hangsúlyoztuk azt, hogy sürgősen népszavazást kell kiírni, hogy a kormány, illetve parlament döntése nélkül más országokból Magyarországra telepíteni embereket ne lehessen. Eljött 2016, akkor a Fidesz ezt nem támogatta teljes mértékig, elutasította, azt mondta, hogy nekik az aláírásgyűjtés az fontos, és azzal lehet nyomást gyakorolni Brüsszelre. Ezt megláttuk, láthatjuk, hogy ez nem valósult meg. Most népszavazást írtak ki, de ahogy halad az idő, ugye mindig előbbre kell tekinteni, hiszen azok a dolgok, amiket már 2015-ben mondtuk, az már nem aktuális. Tehát olyan gyorsan forog a boszorkánykonyha Brüsszelbe, hogyha heti szinten alakítanánk azokat a lépéseket, amelyek azt szorgalmaznák, hogy tényleg ide migránsokat ne tudjanak áttelepíteni Magyarországra, ahhoz azonnali döntések szükségesek. Ugye kiírták a népszavazást, költségvetést is rendeltek hozzá, ez a 4,5 milliárdos kampánytevékenységről szól, ami még egyszer mondom, sajnos megint csak haverok zsebébe fog landolni, de ezt tegyük félre. Akkor azt mondtuk, hogy van egy olcsó megoldás, az alaptörvény módosítása. Ugyanazt a kérdést kérdőjel nélkül ponttal a végén beemelni az alaptörvénybe egy új passzusként, és már működhetne, olcsó, gyors, biztonságos és ingyen van. Én bízok benne, hogy eredményes lesz maga ez a népszavazás. Ugye több internetes oldalon feltették részemre is, illetve hogy teljes hitelesen fogalmazok, a Jobbik Tapolcai alapszervezetének tettek fel olyan kérdést, hogy mi a véleményünk, hogy nemmel fog a Tapolcai Jobbik szervezete szavazni a népszavazáson. Hát, hogyha kérdést feltesznek, én azt mondom, hogy úgy tegyék fel, hogy arra lehessen is választ adni. A Jobbik Tapolcai szervezete nem választó polgár, az egy szervezet, mivel a nevében is fenn van. Ha úgy teszik fel a kérdést, hogy a Jobbik Tapolcai szervezetének tagjai elmennek-e szavazni, akkor tudok választ adni, igen, elmennek szavazni, és ha megkérdezik, hogy igennel vagy nemmel szavaznak, arra is, hogyha a tagokról kérdeznek, arra is tudok választ adni, de még választ se kell adnom, hiszen hogyha megnézik a Facebook oldalamon azt a videót, ami egy 3-4 éve készült, ott kategorikusan kijelentettem, és a válasz is bent volt a szavazatnak a minőség, tehát nemmel fogunk szavazni. Az, hogy a Fidesz a mi kottánkból játszik, a számomra egy öröm, hiszen megvalósítja azokat az elképzeléseket, amelyeket már régen meg kellett volna tenni a migrációval kapcsolatosan, úgyhogy én ezentúl nem is, tehát itt lezárom a témát, és nem is fogok se Facebook oldalon, se egyéb ilyenekre válaszolni, amiket olyan kérdésekre, főleg nem, amit nem tudok értelmezni. Augusztus 13-án talán akkor indul a kampány, beszáll a Jobbik a kampányba? Magában a kampányban nem, a tagjaink részt fognak venni a választáson, hiszen ez közös érdek. Ugye itt lesz majd ellenkampány is valószínű a liberális és inkább úgy mondom a szélső baloldali részről, de azért azt le kell szögezni, hogy maga a kérdés és elbeszélgetve emberek az elmúlt időszakban, legyen az jobb vagy baloldali, egyik sem akarja az, hogy olyan emberek telepítsenek ide Magyarországra, akinek olyan beazonosíthatatlan múltja van a migránsok között, hiszen azt azért lehet látni, hogy a terrorizmus most egyre erősödött Európába, de ebbe is van egy hátulütő, hogy ha megnézzük a terroristáknak az összetételét, azok nem a most bejövő szíriai, vagy iraki, iráni, afganisztáni menekülők. Többedik generációs. Így van, többedik generációs, akiket ugye ez a szélsőséges korán nézetek megfogtak, félreértelmezik a korán magyarázatát, és ebből egy ilyen radikális nézet alakul ki bennük. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy az idejövő migránsok egyike sem terrorista, de sajnos a mai szűrésekkel nem tudjuk teljes mértékig kiszűrni az, hogy ki terrorista és ki menekült. Hogyha ezek között különbséget tudunk tenni, akkor meg nyugodtan hátradőlhetünk. De én még egyszer azt mondom, hogy Magyarország és a magyar kormány, mindenkori kormány beleegyezése nélkül Brüsszel ne hozhasson olyan döntést, hogy kivel éljünk együtt. Ez akkor is az volt az álláspontom, és mai napig is az az álláspontom. És még egyszer hangsúlyozom, teljesen mindegy, hogy milyen kormány van. Mindegyik kormánynak, az embereknek a véleményét kell képviselnie Brüsszel irányába. És hogyha
markánsan tartja azt a nézetét a jelenlegi kormány, hogy nem kell ide migráns, akkor azon is el kell gondolkodni, a jelenleg meglévő migráns táborokban lévő migránsokkal mit csinál, itt tartja őket, vagy visszatoncolja Szerbia felé. Ugye Körmenden is van, Kiskunhalason is vannak táborok, és az ő számuk az már eléri a 2500-at. Képviselő úr, azt hiszem, mozgalmas nyár elé nézünk. Jó munkát kívánok a sok-sok feladathoz. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és várjuk legközelebb is a stúdióba. Köszönöm, megtisztelő volt.